A kárpátaljai Makkos Jánosiban a beregszászi és az ungvári konzulátus közösen emlékezett a forradalom és szabadságharc eseményeire. A rendezvényen jelen volt a kijevi nagykövet is, aki azt hangsúlyozta, a magyarok mindig is készek voltak a szabadságért harcolni, és akár meg is halni érte. Keskeny Ernő szerint ma más formában, de küzdeni kell a határon túl élő magyarokért. Példaként említette, hogy nemrégiben egy rendkívül szigorú nyelvtörvénytervezetet terjesztettek be az ukrán parlamentben, amely súlyosan korlátozná a magyarok anyanyelv használati jogait. A legnagyobb problémánk az említett nyelvkérdés, amely jelenleg az Alkotmánybíróság előtt van, és több képviselő kezdeményezésére az Alkotmánybíróság, igaz, nem politikai okokból, de eljárásjogra hivatkozva elkívánja törölni. Jelenleg azért küzdünk, hogy ez ne történjen meg, mert számunkra ez a nyelvtörvény elfogadható. Az összes benyújtott tervezet ennél csak rosszabb lesz a kárpátaljai magyarság számára, tehát ez kifejezetten komoly problémát jelent számukra, és mi ebben próbálunk nekik segíteni. Ez ugyanúgy kihatna ez a kérdés az oktatási területre. Mi ragaszkodunk ahhoz, ami egyébként az összes kétoldalú szerződésben rögzítve van, de az ukrán belső jogszabályokban is rögzítve van, sőt az alkotmányban is rögzítve van, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk legyen minden szinten az anyanyelven való oktatásához. Ebből nem kívánunk engedni, ragaszkodunk a 48-hoz. A nagykövet hozzátette, az anyaország támogatása nélkül sokkal nehezebb lenne a Kárpátalján élők helyzete. Véleménye szerint a rendszerváltás óta nem kaptak akkora segítséget az itt élők, mint az utóbbi években.